Eljött a nyár, amit nagyon vártunk. Cégnél eljöttek a szabadságolásoknak az idei, viszont egy másik oldalról meg lehetőséget adott nekünk, hogy bevonjuk olyan embereket is, akik eddig nem dolgoztak nálunk, például a diákmunkásokat. Fontosnak tartom tényleg, hogy a diákok dolgozzanak nálunk, a lehetőséget kapnak egyfelől arra, hogy egy kis pénzt keressenek, utána a szórakozásra vagy akár tanulmányaikra fordítsák, másfelől meg megtanultatják egy kicsit azt, főleg ilyen gimnazista korban, hogy mi az a munkavilága, megismerkednek vele, hogy a szüleik mit csinálnak napi szinten, illetve szerintem elég komoly érdeklődést mutatnak a hulladékhasznosítás, mert a környezetvédelem irányában. És szerintem ebbe tudunk még plusz inputokat adni nekik, hogy ezt a fajta tudatosságot, ezt a fajta szemléletet ők maguk is majd tovább viszik az életükbe, elmondják, megosztják barátaikkal, ismerőseikkel, és szerintem ez nem csak a pénzben segít nekik, hogy amit megkerestek, hanem az, hogy egyfajta olyan dolgot csinálnak, ami hasznos a környezet és maguk számára is. Tényleg olyan tapasztalatokkal mennek innen haza, hogyha ők mind majd leendő felnőttek vásárlók, hogy milyen szemléletmódja nézzék ezeket az elektronikai készülékeket, meg látják, hogy mi a további sorsuk. Nagyon fontos számomra az, hogy jó munkát végezzek, ami hasznos is, és nekem is megfelelő. Így ismeretségen keresztül eljöttem dolgozni Laciékhoz, a Tepán Electronics-ba is. Nagyon jól érzem magam egyelőre, úgyhogy szerintem jól választottam. Velem szembe található raktárrészbe pakoljuk a tévéket, és itt mellettem szedjük szét a tévéket szintén. A szétszedési folyamat igazából nem nehéz, mondhatni egy 7 kötőjel 10 percbe telik egy tévé szétszedése, és a raktárrészbe pedig pakolunk, tehát tévéket, hűtőket pakolunk. Hát nincsen specifikus módja annak, hogy valaki ide kerüljön, igazából a munkafolyamat válogatja meg, hogy ki hol dolgozik. A lányok, mivel ők olyan munkafolyamatot végeznek ezért a raktár első részében, még mi férfiak, mivel olyan munkafolyamatot végzünk ezért a raktár hátsó részében fogunk cserélni. Mindig inkább az ilyen elektronikai szakirány érdekelt minden egyes munkával kapcsolatban. Azt is amúgy úgy jó tudni, hogy tönkre megy egy tévé, nem csak megy ki a személytelepre, hanem ugye vannak, akik ebből élnek, ebből meg tudnak élni, cégeket alapítani, hogy újrahasznosítják, és ez minden szempontból jó. És itt is, a Teflánnál, például meg lehet nézni az eszközöket is, amiben itt pakoljuk, bele válogatjuk, ezek is régi, használt, amit már kidobtak volna, ilyen kocsik, bevásárló kocsik is, meg ez a zacskók, amiben külön is válogatjuk, ezeket is mindig simán ki van ürítve, és nem az, hogy egyszer használt, és így kidobjuk műanyag, stb. Például fogalmam sem volt, hogy egy tévé az akkor most hogyan nézhet ki belülről, és így megláttam, hogy ez így néz ki, ilyen egyszerű, azt hittem ennél sokkal bonyolultabb. A szüleim már így 5 éve csinálják ezt a vállalkozást, és mindig így kijöttem, nézegelődni, mit csinálnak, és már előző években is így voltam kint párszor segíteni náluk, és így most jött egy barátnám is, és sokkal szívesebben kijöttem így dolgozni, és akkor így beálltam én is bontani, és nagyon érdekes ötelem ezt a munkát, mert hát csak megveszed a gépeket, de hogy mi van valójában benne, tényleg így szétszedjük és átnézzük az egészet, és így nagyon tetszik ez a munka, egy találok benne kihívást. Kipróbáltam már az irodai munkát is, de számomra érdekesebb. Meg így, hát jó kis stresszlevezető, egy fizikai munka. Hát az irodai munkában is így eltevékenykedtem, de ezt így jobbnak találom. Van egy számítógép, és igazából ki kell szedni a beltartalmát. Tehát kiszedjük a panelt, ezeket a műanyagokat, és igazából ezt a hűtőrészt is savarozzuk, és igazából így külön anyagok szerint így szétválogatjuk különböző tartályokba, tartókba, és akkor így ezt mond kiszedjük, és akkor a lemezt is külön tesszük, amikor már teljesen üres ez az egész gépház. Nekem is anyukám ugye itt dolgozik, és akkor felajánlott ezt a munka lehetőséget, hogy itt van diákmunka. Ennek nagyon megörültem, és azóta itt dolgozok, és nagyon szeretek itt dolgozni. Igazából heti 4-szer mindig jövök, de volt már, hogy itt voltam egész héten anyával, ugye, és ez így kényelmes nekem ugye ide bejárni is. Szóval amennyit tudok, annyit jövök, ha nagyon megéri.